Megkezdte a felkészülést a Ferencváros női kézilabda csapata a következő idényre. A játékosok között egy nagy visszatérőt is felfedezhettünk a keddi nyilvános edzésen. Szekeres Klára egy éves kihagyás után lépett újra a kézilabda pályára. Olyan, mintha nem is hagytál volna ki egy évet, semmi nem látszik rajta, de hogy érezted magad az edzésen most? Azért kifárasztottál, Gábor? Köszönöm szépen először is. Kifárasztott, igen. Most még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy most még úgy igyekszem tartani a tempót, aztán biztos, hogy fog majd jönni egy fáradtság, amikor kijön az, hogy nekem azért egy év hiányzik, de azért hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon sokat dolgoztam én az elmúlt 3 hónapban, hogy itt valamilyen szinten fel tudjam venni a tempót, és hát bízom benne, hogy később sem lesz olyan túl nagy nehézségem, aztán majd meglátjuk. Ugye vár otthon rád egy 5 hónapos kisfiú, Bennett. Milyen baba? Szerencsére amúgy nagyon hamar beilleszkedett a mi család életünkbe, illetve nagyon hamar így kialakult az összhang. Tényleg azt mondom, hogy az éjszakáink viszonylag nyugodtak, nappal sem lehet rá panaszunk, úgyhogy én csak dicsérni tudom, amúgy is csak dicsérném, de tényleg próbáljuk közvetlen babának nevelni, mert szeretném, hogyha sokat lenne itt velem is, úgyhogy én bízom benne, hogy később is majd nem kerülgetnek minket semmilyen betegségek, fogzás, ilyesmi problémák. Mennyit változtatott a te életed? Igazság szerint úgy sokat nem, mert a férjem is ugyanúgy csinálja a saját munkáját, én is a saját munkámat ugyanúgy tudom csinálni, egyelőre legalábbis. Úgyhogy mi próbálunk úgy hozzáállni ez az egészhez, hogy őt beépíteni a mi életünkbe. Én azt gondolom, hogy egy szülőnek igazából ez a feladata. Nyilván másabb, mert azért, amikor hazamegyünk, most nem a pihenés az első, nekünk a kikapcsolódás az a családot jelenti, de nagyon-nagyon jó érzés, és hát most még nem nagyon tudok erről nyilatkozni, hogy mennyire fárasztó vagy nem, mert ugye egy nap telt el, de mindenki azt mondja, hogy feltöltődés itt hazamenni. És ő már volt itt a kézilabda pályán, akár egy meccsen kiosztad? Mert... Igen, tavaly kiosztam az utolsó mérkőzésre, meg tervezem is, hogy tényleg sokat lesz itt velünk. A nyáron, amikor csináltam a saját magam munkáját, akkor is voltam a konditeremben is. Igazság szerint én szerintem annyira szeret velem lenni tényleg, meg még annyira kötődik az anyukájához, hogy mindegy, hogy hol van, csak velem legyen. Most nincs itt veled, ha jól tudom, kivigyelsz rá. Igazából úgy volt, hogy kijönnek, de most lehet, hogy az étkezés almás egy picit belekavart, ez édesapukájával van. Amikor egy évvel korábban a családalapítás miatt letette a kézilabdát, akkor sem zárta ki, hogy visszatér a Fradiba, de konkrétan nem fogalmazta meg, hogy ennek mikor jön el az ideje. Én nekem ez volt a fejemben mindig is, hogy titkon így reméltem, hogy én de vissza fogok tudni jönni, de én azt mondom, hogy a sors ez teljesen kiszámíthatatlan. Nekem nagyon fontos volt az, hogy családot alapítsunk, és úgy voltam vele, hogyha megadatik a lehetőség, akkor egy percig sem fogok gondolkodni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy így alakult, és hát innentől kezdve élek a mának, és hát bízom benne, hogy tényleg tudok is bizonyítani majd újra.